2011-ben indult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem kezdeményezés. A programot jelenleg a Magyar Gazdakörök és a Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Magyarok Kenyere Alapítvány és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara bonyolítják le. A mozgalom indulásakor mindössze 10 tonna gabona gyűlt össze. Ez a mennyiség az elmúlt években túllépte az 1000 tonnát is. Az adatás kezdetével Tolna megyében is elkezdődött az adományoknak a gyűjtése. Augusztus 20-áig gyűjtjük az adományokat, a búza adományokat a megyében. Szeretnék is felhívni minden gazdálkodót, aki szeretne részt venni a programban, hogy keresse a falugazdászainkat, vagy a megyei igazgatóságot, és a gyűjtőpontoknak az elérhetőségét itt tudja megszerezni. A falugazdászoktól zsákot is, gyűjtő zsákot is fog tudni kapni. Tolna vármegyében 4 ponton zajlik a gyűjtés, Tamási Szemcsepusztán, Őcsényben, Bölcskén és Dalmondon. A Dunaföldvári Malomban megőrlik ezt a gabonát, és ezt a lisztet adományozzuk olyan karitatív szervezeteknek, megyei karitatív szervezeteknek, akik aztán a rászoruló családok részére eljuttatják a Tolna megyei gazdák által összegyűjtött búzaadományt, lisztadományt. Tavaly mintegy 10,3 tonna gabona gyűlt össze Tolnában. Az elnök azt mondja, bízik abban, hogy ezt a számot idén felül tudják majd múlni.